Köszöntöm a Zenedoboz nézőit. A mai alkalommal a egyház és világi zene viszonyáról, erről a nagyon fontos szakadásról, vagy szakadásnak látszó pillanatról, ami a zenetörténetben megy végbe, amikor az addig uralkodó egyházi zene mellé belép, vagy egyenjogú félként egyre több teret és szerepet hasít magának ki a világi zene. Meggyőződésem, hogy ez a kettő mindig létezett. Természetesen az egyházi zene lejegyzése sokkal hamarabb kezdődött el, mint a világi zenének. Maga a népzene is egy bizonyos szempontból világi zene, és azért azt tudjuk, hogy a népzene az embert ezredévek óta kíséri. Nos, az európai kultúrából fennmaradt emlékek nagy része 1200-as, 1300-as évekig azért kizárólag egyházi szöveg, egyházi zene. A zene, mint művészet ebben a korszakban nem is autonóm, nem is önálló, ezt a kicsit félreérthető szót használva, nem is öncélú művészet, hanem egyértelműen alkalmazott művészet, ha úgy tetszik, áldozat az Úr oltárán, az ember legjobb tudását, a művészetét kínálja az Úr tiszteletére, ezzel igyekszik hitének eleget tenni, és az Úr kedvébe járni. Egy ilyen nagyon híres alkotás, amit egy misztikus alkotásnak is tartunk, Allegri Miseréréje, az az alkotás, amit Mozart hallás után lejegyzett, egyszeri hallás után, még egészen fiatal korban. Nos, ennek egy részletét mutatom meg. Itt jól hallható, ahogy a Gregorián egyszólamba is megszólal, és ugyanakkor egy egészen csodálatos könyörgés szólal meg a kórus ajkán, több szólamban betöltve a teret, kitágítva, mind előről hátra, úgy, mint lentről, talán az égig kitágítva a zenei teret. A világi zene egyik első formája az úgynevezett madrigál, ugye, amelyik anyanyelven született kompozíciót jelent, és lényegében mindig világi témájú, természetesen legtöbbször a szerelemről szól. Ezek a művek stílusukban kevéssé ütnek azért el az egyházi zenétől, természetesen egyszerűbbek annál, a néha bonyolult szerkesztésű sokszólam egyházi zene helyett ezek harmonikusak, könnyebben összecsengő zenei gondolkodás jellemzi őket. Monteverdi egyik nagyon híres alkotását mutatnánk meg, amely a Fiatal voltam címet, Io mi son Giovinetta címet viseli.
Bach műveiben már végképp nem tudjuk megkülönböztetni, hogy világi zenéről vagy egyházi zenéről van szó. Ha meghallgatunk egy Bach kantáta részletét, amely a Jézus és a hívő párbeszéde, sokkal inkább gondolhatunk egy olasz opera szerelmi duettjére, mert stílusában, jellegében semmiben nem üt el ez a duett például egy opera szerelmi duettjétől. Másik híres részlet, amit megmutatnánk Bachtól, ezt biztosan mindenki jól ismeri, hiszen valamennyien tanultuk az iskolában, az Üdv rád és házad népére te víg szántóvető címmel, Bach paraszkantátája, ami, ha meghallgatjuk úgy, ahogy feltehetően Bach ezt gondolta, akkor érezzük ebben egy rusztikus parasztlakodalomnak a hangulatát, de ahogy például sokszor énekeltük ezt az iskolában, az inkább egy egyházi kantáta stílusában tanultuk ezt meg, mert hiszen akár az is lehetne ez a kantáta. A romantikus korszak szinte összes nagy egyházi alkotása inkább opera jellegű. Már a barokk operaszerzők egyházi műveiben is ezt érezzük, végképp így van ez Rossini és Verdi műveiben. Ha belehallgatunk Rossini egyik fantasztikus művébe, amit sok évvel azután, hogy utolsó operáját megírta, és lényegében abba hagyta az opera komponálást, és szándékosan igyekezett egy új stílusba komponálni. Egyértelmű, hogy ezek a művei egy nagy opera komponista alkotásai. Amit hallunk, ez a basszusária az egyik legfantasztikusabb operáriája lehetne Rossini bármelyik operájának. És ha meghallgatjuk Rossini Stabat Materének befejező részét, ami Bach módjára egy bonyolult, többszólamú szerkesztésű fúga, nos itt is érezzük azt, hogy ez is inkább egy opera tömegjelenet, mint egyszerűen egy szigorú szerkesztésű zenei anyag. Kifejezés módjába
a dinamika, tehát a hangerő hirtelen változásával, a karakterek, a drámai és a suttogó szembeállításával inkább egy elképesztő opera finále, mint egy ámen, egy egyszerű ámen egy Stabat Mater végén.